A Magyar Kanizsai Testvériség Sporthorgász Egyesület 26. alkalommal szervezte meg a Nemzetközi Aranykuttyogató Harcsafogó Versenyt. Vasárnap reggel 7 órakor az Egyesület tiszaparti tanyájától 41 csónakban 82 résztvevő indult neki a 6 órás versenynek. A szerbiai csapatok mellett magyarországi és németországi párosok is vízre szálltak, hogy az országhatártól Adorjánig terjedő folyószakaszon minél több nagy bajszút akasszanak horogra. Megvannak a kutyutató szabályok, amiket szigorúan betartsuk. Az a lényeg az egészben, hogy a harcsák, amit máma megfogunk, vagyis a versenyzők, amit megfognak, hogy visszaengedjük a Tiszába, úgyhogy ne sérüljenek meg. Tehát mindjárt a csónaknál, nem mindjárt a parton mérik. Van 5 bírónk, elosztottuk ezt a 20 km szakaszt Martonostól Adorjánig 5 szakaszra, és a bírók lefényképezik, lemérik a súlyát, a hosszát, és a harcs rögtön vissza van engedve a Tiszába, ami azt jelenti, hogy következő versenyző meg bírja fogni esetleg. Ezt azért csináljuk, mert ezek új propozíciók, amit kiírtak a kutyázott a versenyre, a Vajdasági Horgász Szövetség, amit mi abszolút támogatunk. Egy, kevés hal van most már Tiszába, nagyon sok a rablás. Másik, az, ami van, az a kevés arra, mint sporthorgászok legalább vigyázunk. A 35 fokos meleg igen komoly megpróbáltatásnak tette ki a horgászokat, de volt, aki a végén örülhetett a halfogásnak. Reggel miást fölértünk, mert az első halat egészen fönt fogtuk Martonosnál, egy 20 percre rá mindjárt egyet kivettem én, az volt 1525 gram, sógorom pedig egy kisebbet, de hát nem volt méretes, és most pedig tehát ha azt nézzük, akkor egy 5 órára rá a másikat fogtuk. Jó időigényes munka ez. Bemutatnád a nézőknek a kutyogtató szerszámot, vagy eszközt? Persze, van ilyen mélyebb, tehát nagyobb feje van neki. Ebben mélyebb hangot lehet adni, tompábbat. Vannak ezek a kisebbek, ezek jobban ilyen citerásabbak. Azokkal pedig a finomabb, lágyabb, kecsesebb hangokat lehet adni. Tehát jobban a mélyebbre ment rá, avval fogtuk szinte mind a háromat. És ezt meg lehet a boltban vásárolni? Ezek mind kézzel faragottak. Lehet vásárolni a boltba is, de úgy a legjobb, hogyha az ember saját magának csinálja, úgy alakítsa a saját kezére. Honnan lehet ezt tudni, hogy kell kialakítani? Hát én is egy idős bácsitól tanultam. Ez, ami van, ez bodzafából van. A többi, az pedig van nyárfából, lehet csinálni, fűzfából, ki ahogy szeretné. Nagyon időigényes, de megéri. Hát ez ilyen harcsa zajkeltő, ami ütet idegesít, és akkor följön a kutyogatásra, följön a felszínre, és akkor megnézi, hogy mi az, ami ütet zavar, és akkor rákap a csalira. Tehát a csali nem a Tisza fenekén van, hanem magasabban? Víz közt. Tehát ilyen 3-4 méter mélységben, vagyis ahol akadós, ott ugye sekélyebben, ahol mélyebb, ott pedig mélyebben. Mivel pecáztatok a mai napon? Durbak és kagyló. Mi az a durbak? Piócaféle. Végül is nadájtő, azt hiszem a rendes neve. És mire kapott a hal? Mind a kettőre. Egyik ilyen, másik olyan, tehát mind a kettő. Mióta foglalkoztok a horgászattal? Régóta csak én ritkán űzem ezt a sportot, mert nem mindig érünk rá. Látunk itt a csónakban egy különleges berendezést. Mi ez pontosan? Ez egy szonár, tehát a Tiszának a medrit fenekét mutassa, és tehát a töréseket legjobban megmutassa, lukakat, ahol a halak rejtőznek el, de azon kívül megmutassa kisebb-nagyobb halakat, megkülönbözteti a halfajtákat, hogy melyik micsoda. Ugye, mint most a harcsára használtuk, a harcsát az különben szépen jelzi. A harcsa ugye fenéklakó hal, egy ilyen fél íbe, C betűbe van behajolva, és úgy mutassa, tehát... És mennyi halat mutat? Mennyi hal van a Tiszába? A Tiszában rengeteg hal van, főleg keszek. Keszekfajták, félék, busák. Busa rengeteg van most szintén az idén, de a nemes halakból nagyon kevés van. Tehát ponty szinte alig van, alig lehet látni.
harcsát elvétve nagyokat lehet, átszaladunk rajta ugye csónakkal, de hát hiába aztán keressük, aztán már nem igen. Hogyha ő víz köz van, akkor nem bírjuk megtalálni, de hogyha fenéktől egy kicsit följebb van, lén van, akkor lássuk, akkor rá lehet állni. Akkor meg lehet próbálni, és nagyon jó dolog, szinte úgy mondom, hogy 70-80%-ban meg lehet vele fogni. A Tisza alacsony vízállása és a rendkívüli meleg is közrejátszott abban, hogy a 41 csapatnak mindössze 30 darab méreten felüli harcsát sikerült zsákmányolnia, amelynek összsúlya 65,5 kg volt. Azok a csapatok, akik az első helyet érik el súlyban, azt kell mondani, hogy 1 gram, 1 pont. Amennyi gram van, egy csapatnak annyi pontja van. Az első 5 csapat kap diplomát, az első 3 csapat kap érmet, és az első 5 csapat, ami ugye kilóba, gramba legtöbbet fog, kapnak különböző ajándékokat. Első 5 helyig, utána, amikor ennek vége lesz, akkor a tombola, a tombolán van egy, vannak nagyon szép díjak, és akkor akinek szerencséje van, az kapni fog, akinek nem, az eljövőre is. A Testvérség Horgász Egyesületnek vannak különböző versenyzői, különböző témában, ugye különböző horgász témában, akik képviselik a brasztfot, vagy önmagukat. Ez is egy olyan téma, amin a következő időszakban szeretnénk változtatni, szeretnénk külön szekciókat bevezetni a testvérségen belül, ami azt jelenti, hogy lenne olyan horgászok, akik szeretnek kutyogtatni, vannak olyan horgászok, akik szeretnek csukákat fogni, villantóval vannak olyan, akik szeretnek tollazni, szóval ez külön mind szekciók, ezt akarjuk egy kicsit felfejleszteni. Nemrégen zajlott le a pecatábor, gyerek pecatábor, szóval a fiatalok is körül lassan be akarjuk húzni az egész rendszerbe, hogy ők is a rendszerben legyenek. Voltak magyarországi vendégek is, még most is vannak a versenyen, úgyhogy a szegedélyekkel akarunk erősebb kapcsolatba lépni, erősebben együttműködni. Az, ami a fő célunk ebben a periódusban, időszakban, az új vezetőségnek is legalább az, hogy az a fő célunk az, hogy a természetes vizeken ne legyen halászat. Szóval a természetes vizek maradjanak a horgászoknak, a sporthorgászoknak, maradjon a természetnek, és az, ami, ez egy magyarországi rendszer, ami ott nagyon szépen működik, gazdaságilag is, meg sporthorgászilag is. Ezt szeretnénk ide is bevezetni, ez nagyon nehéz harc lesz, otthon is egy 5-10 éves harc volt, hogy remélem, hogy 5-10 év múlva itt is a horgászok többet fognak örülni a halnak, mert sajnos, ahogy múlik az idő, kevesebb hal van a Dunában, a Tiszában, az összes természetes vizekben. Annak köszönhetően, hogy sok a vadhalászat, sok a halászat, sokak vannak azok, akik feketén halásznak, lényegben áromma is, hálókkal is, és nem tudok utat állni nekik. Az egész rendszere gond van, szóval az egész rendszert kell újról indítani, reszetálni, ami azt új törvényre van szükségünk, és a magyar barátaink ebben szívesen segítenek. Mennyi most a horgász engedély a Tiszára? A horgász engedély úgy van regulálva, hogy az egész szerbiai szinten 6000 dinárba kerül a horgász engedély, bárhol pecáznak. Szóval Tiszán, Dunán, bárhol Szerbiában, ha 6000 dinárt egy horgász befizet, bárhol bír pecázni. Ahol ami az állami víz, az, ami privátó vagy privát víz, privát tulajdon, ott az engedély nem érvényes. Szóval az összes természetes vizeken 6000 dinárba kerül, ezen is kellene változtatni. Mi lesz a változás vége, majd meglássuk. Kevés ez a pénz? Hát... nem arról szól az egész, hogy kevés a pénz, hanem az a baj, kevés a hal. Mert hiába veszem ki az engedélyt, ha az emberek elmegy 10-20-30-30 pecázni évente, nincs olyan sporthorgász, aki nem panaszkodik a halfogására. Attól félik, hogy 20-30 év múlva addig jövünk, hogy majd az unokáink mesélik, hogy az én nagytatám 30 év előtte fogta a halat. Én még nem tudom, hogy néz ki a hal. Szóval, hogyha ilyen tempóval halásszák ki a halat a természetes vizekből, attól félik, hogy 20-30 év múlva nem marad hal. Amint az a délután 2 órai eredményhirdetésnél kiderült, az aranykutyogató hatalmas vándorserlege Magyar Kanizsán maradt. A kutyogató versenyt ugyanis a Novák László Sóti János magyar kanizsai páros nyerte meg 4 kifogott harcsával, amelyek 14.590 gramot nyomtak. A Martonoshoz közeli, a Majom-sziget feletti szakaszon próbálkoztak, mint utóbb kiderült, sikerrel.
A második helyen a futaki Vladimir Risztic és a kamenicai Nedejko Jovicic páros végzett két harcsával, amelynek súlya 12.800 gram volt. Övéké volt az ugyancsak díjazott legnagyobb kifogott harcsa is, egyik haluk ugyanis 11.700 gramot nyomott. Négy darab 9.850 gram összsúlyú harcsájával a krcsedini Miodrag Obradovic Darko Lazic páros a harmadik lett. Az eredményhirdetést követően plakettel jutalmazták a verseny legjelesebb támogatóit, de elismerésben részesült Dusan Rakic, az aranykuttyogató verseny eddigi főszervezője is, aki ezúttal versenyzőként vett részt az eseményen. A verseny végén értékes jutalmakkal járó tombolán vettek részt a kuttyogató sporthorgászok, melynek fődíját egy halkutató szanárt, a magyar kanizsai Takács István vihette haza. A palicsi Vörös Ervin negyed magával egy három csillagos kopaóniki üdülőben tölthet el egy hetet, egy szegedi sporthorgász szaküzlet pedig további hét vásárlási utalmánnyal járult hozzá a tombola nyeremény listájához.